Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez a Globus a mikrofon mögött nagybetű a mai vendégünk pedig Teleki Belint, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi oktatója. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek. A mai adásban pedig az Európai Egységről, az Európai Birodalomról fogunk beszélgetni. Hogyan alakul ki egy egységes birodalom, milyen integrációs szintek vannak? Ugye itt elválaszthatjuk úgy általában az integrációt a világtörténelemben, ugye élesen határoljuk el ezt a birodalmi Elképzelésektől, hiszen integráció az nem létezhet csak szabad akaratból, önkéntesen, és hát azért ugye a világtörténelem nagy részében inkább birodalmakat, mint valódi integrációkat láttunk, amiket erőszakkal ö, hoztak létre és tartottak egybe. A valódi integráció, és most már azért így globális szinten több példa is van, bár az Európai Unió itt is már szeretném kiemelni, hogy azért unikális abban a tekintetben, hogy milyen mélységet, milyen fejlettségi szintet ért el. Az integrációnak kell valami olyan közös nevező, amiben a felek gyakorlatilag lényegét tekintve, vita nélkül egyetértenek. Ugye az Európai Integráció szempontjából a második világháború sokja volt, az a végső lökés, ami sok-sok évszázados előképek és sikertelen tervezgetések, népszövetség stb. után végül is egy tényleges integrációhoz vezetett el, és akkor ugye ennek megvannak a maga lépcsőfokai. Az első komolyabban vehető az a válmunió és ugye aztán az Európai Integráció lépegetett szépen tovább a közös piac, belső piac irányába, a gazdaság és monetáris unión annak a részleges megvalósítása megtörtént, és hát valahol itt tartunk most. Ja, fontos, hogyha Európáról beszélünk, akkor kicsit határoljuk körbe, hogy mi is Európa, mit is nevezünk Európának. Mi Európa? Hát igen, az az érdekes, hogy erről ugye nincsen tudományos konszenzus. Tehát, hogy diszciplinálisan, tehát tudományágakként is más adott esetben a megközelítés, ugye még talán a természetföldrajzi a legexaktabb, de társadalmi, gazdasági, vallási és kulturális alapokon sokkal nehezebb meghatározni. Ugye általában könnyű és csábító az a megközelítés, hogy mi az, amit ki akarunk zárni Európából. És hát ugye időről időre vannak erre törekvések. Most ugye, hát a háború szomorú realitása miatt ugye Olaszországnak az Európa maradék részéhez, tehát a maga Európához való viszonya igencsak ö, ö, nehézkes és, és ö, semmiképpen sem ideális, de ez nem jelenteni azt, hogy mondjuk az orosz kultúra ne az európai kultúra részét képezné. Vagy adott esetben, hogy mondjuk a közel-kelet egyetlen működő is ö, ismert Izrael, az ne lenne közelebb ö, ha nem is természetföldrajzilag, de ö, ö, szellemiségében, működésében az európai standardokhoz, mint akár a közel-kelethez, akár úgy általában Ázsiához. Ugye akkor kezdjük a, az ókortól felépíteni, hogy milyen próbálkozások, törekvések is voltak Európa egységesítésére, hiszen már ugye az ókorban ez a, az a gondolat már megvolt, hogy egy egységes Európa talán sikeresebb lehetne. Milyen koncepciók voltak az ókorban? Az ókorban alapvetően a bizodalmi koncepciók voltak a meghatározóak, inkább marginálisak és, és nagyon erősen lokálisak voltak azok a próbálkozások, amik ettől eltértek. Hát itt most, ha Európa kulturális alapjaihoz akarjuk visszavezetni, akkor még a görög államok közti úgynevezett Amfiktől nézhez ez egy ilyen e, példa lehet, de az ókor az még nagyon erősen a bizodalmaknak a koda volt, és hát ugye ez Rómára is igaz, azzal együtt, hogy az már valami fajta előképnek tekinthető. A középkorban milyen új koncepciók jöttek létre? A középkori Európát ugye alapvetően azért a, a kereszténység, eh, hát az nem nevezhető ideológiának, de mint, mint szellemi vezérfonál határozta meg, így ott alapvetően eh, a keresztény közösség, a keresztény köztársasága, a republika kristiána volt a meghatározó szervezőelv, akik akkor nemesebb gondolkodók, akár ugye az isteni színjátékot is egyébként megíró, Dantét akár, Pierre dubois akár másokat a hozzánk ide földrajzilag közelebb eső, ugye Mátyás király egyik kapósát. Nézzük, azok alapvetően ebből indultak ki. És már kezd egy kicsit ott a föderalista elképzelés megjelenni, ugye már bizonyos európai intézményeknek érdekes módon ott már előképe látszik. Ez majd aztán később tovább fejlődik a, a, az ezt követő korokban. Ez a három gondolkod, akit említett ugye Dante, Pogyebrád, ö, ők milyen Európát képzeltek el? Hát ők azért még úgy nagy, nagyon nagy ö, ö, eltérést a a középkor szellemi fősodrához képest annyiban nem mutattak, hogy ugye mondom, ez a ö, ö, ö keresztény közösség volt mindennek az alapja. Ugye az univerzális monazia, tehát ott alapvetően azért a, a bőven a felvilágos adás előtt vagyunk a királyi hatalom, mint olyan még nem kérdőjeleződik meg komolyan. E, illetve hát ugye elmondható, hogy a, a franciák már akkor is szerették magukat ugye előtérbe helyezni, ugye ez Dubánál látszik, aki a egységes Európát azért alapvetően francia vezetés alatt képzelte el. E, ami nagyon pozitív ezekben a képekben, hogy a legtöbbhöz Tartozik valami fajta intézményi kidolgozottság is, de ezek ugye fikciók maradtak, tehát ezek nem valósultak meg. Úgyhogy mondjuk innen nézzük a középkort, akkor megvolt minden, ami egy egységes bürolamhoz került, meg megvolt a közös vallás, megvolt a közös ellenség, ugye az arabok, mégsem, ugye még nemzetállamok se voltak, tehát uh -huh. kvázi assal lehetett, hogy a nemzetállamok betettek ennek az egységnek, mégsem jött létre egy egységes Ennek ön mi volt az oka? Hát én ezt kizárólag az akkori helyi, illetve hát helyi alatt most értse európai viszonyoknak azon aspektusára vezetném vissza, hogy az a fajta érdekközösség, amit itt a beszélgetés elején említettünk, ami aztán végül az európai közösségekhez és később ugye Európai Unióhoz vezet, az ebben a korban egyszerűen még nem jelenik meg. Tehát a feudális viszonyok között. Illetőleg, tehát hogy, hogy azért a társadalmi fejlődésnek az a lépcsőfokosan sem ebből ki, hogy a rendi társadalom az azért még elősen, tehát a polgárosodás előtti társadalom az azért még elősen olyan értelemben osztálytársadalom, hogy ez az unió azért a, a, az elitnek volt a szívügye. Az alacsonyabb társadalmi rétegeknek ez nem, a mindennapi gondok közé tartozott. A nem megvalósulásából adódó problémák természetesen igen, hiszen ugye a középkor történetét és egyébként a kora és borzasztó háborúk hálózzák be, de e, alapvetően visszatérve az eredeti kérdésre, a közös érdek hiánya azt gondolom, hogy az, az, az volt a meghatározó. Azt látjuk, hogy a ha kitekintünk egy kicsit Európán kívülre a középkor-ókor időszakában, azért immelámmal volt egy egységes kínai birodalom, volt egységes indiai birodalom, volt egységes arab birodalom, és azért ezek erős birodalmak voltak. Tehát, hogy az arabok azért eljöttek Európáig, Kína azért egybe tudta tartani magát indiai és nyilván szétestek egy idő után. Mi volt más, hogy Európában egyáltalán nem jöttek részlegyenek? Hát, én itt visszacsatolnék ugye egy talán ez nem a legpolitikailag korrektebb dolog, amit most mondani fogok, de ők ugye még akkor a társadalom fejlődési szempontból azt a világot élték, amit Európában az ókor és akkor a középkor jellemez, tehát, hogy ahogyan a szerkesztő úr is említette, ezek birodalmak voltak, nem integrációk. Tehát erővel összetartott valamik. Az önkéntesség az abban a világban amúgy se nagyon működött, mostanában is vannak kérdések, hogy mennyire működne, de ugye nem sok esélyt adnak neki eleve. Itt Európában ugye, hát bár alkalmi szövetségek már ebben az időszakban is létrejönnek, ugye mégiscsak azt mondanám, hogy a hosszú távú közös érdek, ugye ezzel még egy kicsit a korábbi kérdést egészíteném ki, hogy a, nem elég az, hogy most adott esetben egy, egy háborús helyzetben egy érdekközösség formálódik annak a háborúnak a e, e, megnyerésére, ha tartósan akarunk építeni valamit, és úgyhogy hogy most egy kicsit előre csatolunk az Európai Unióhoz, akkor ugye ott valami olyan fajta tartós elképzelésre is szükség van, ami egy adott esetben egy veszélyhelyzet, egy háborús helyzet hiányában is gazdasági-társadalmi alapokon összetartja az egészet. Ez az említett keleti társadalmaknál még kevésbé volt meg abban az időben. Ezzel együtt össze lehetett őket tartani, tehát ez, ez, ez egy működőképes modell volt. Ha végig végignézzünk, igazából a közel és Ázsián, úgy általában ez egy mai napig működőképes modell tud lenni, hiszen azért a működő demokráciák ott azért kisebbségben vannak, ezt jól lehet látni. Igen, tehát hogy nagyjából ezt így látom ezzel kapcsolatban. Ja, a középkor után jön az újkor a felvilágosodás. Ez egyfajta szellemi fradalom is Európa számára. Abszolút. Rendkívül sok újféle koncepció született. Ő miket emel neki? Hát én mindenképpen kiemelném azt, és akkor csatlakozok, megint visszacsatolok, úgy néz ki, hogy ez egy jó metódus, hogy a következő kérdés újabb színben tünteti fel az előzőt. A másik dolog, ugye, ami ezeknél a keleti társadalmaknál meglátásom szerint hiányzik, az alapvetően az, amit nekünk a felvilágosodás hozott el, tehát a, a a polgárosodásnak az előszobája végül is a felvilágosodás, az emberi jogokkal való ö, 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 foglalkozás ö, gondolata, az ugye már bizonyos gondolkodóknál, sőt bizonyos gondolkodóknál korábban is megjelenik, de ugye itt válik univerzálisra, hogy az fontos a tudomány forradalma bizonyos értelemben, ami majd a pozitivizmushoz vezet el a 19. században, ugye maga a politikai ideológiák szintjén ugye ez az egész megágy az a polgári forradalmaknak a klasszikus, tehát a régi értelembe vett liberalizmusnak és a e, nacionalizmusnak. Mindez keleten viszonylag kimaradt. A záró zárójeletbe szúrnom én egyébként magam részre vezetem vissza azt, hogy a, ha azért összevetjük, akkor mondjuk az ázsiai kommunizmus az, még sokkal brutálisabb volt, mint az, amit itt Európában mi megtapasztalunk, hiszen ők tekintélyi uralmi rendszerből estek, tekintélyi uralmi rendszerbe, anélkül, ha most mondjuk veszünk egy Vietnámot, vagy Koreát, vagy akár Kínát, anélkül, hogy az a több száz évig tartó ö, szellemi forradalom, az náluk is megtette volna a hatását, ahogy nálunk megtette. Hát itt ugye Európában különböző gondolatok jelennek meg ekkor tájt, ezek nagy része a vagy bizonyos része pontosabban ugye a, a, a feudális viszonyok megszüntetésével képzeli el az egységes Európát nemzetállami alapokon, ugye később a 19. században bizonyos egységfolyamatok a német, az olasz, de akár a román is ezt tükrözik vissza, és alapvetően, alapvetően ki akarnak lépni abból a, a feudális keretből, ami ott az előző kor diktált. És ugye akkor a felvilágosodás után, felvilágosodás után pedig jön a modern kor. Itt milyen ö, ideológiák, koncepciók alakították volna ki az Egységes Európát? Hát ha most így a 19. század ö, végétől nézzük, ugye. Ö, akkor tehát is, itt közép-kelet-európa az ugye sajátos, mert itt, itt van pár nagyobb birodalom, konkrétan kettő, ami meghatározza a közép-európai teret, és ugye még van egy orosz birodalmunk a kelet irányban, ami aztán nem sokáig tart, persze az előző kettő is véget ér, abban a formában az első világháborúval ugye az osztrák-magyar Monarchia és a, 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 a német Kaiserreich, de addig is ugye itt a pontosan az előbbiekben említett szellemi áldomlatok miatt számos kérdés vetődik fel, például ugye a nemzetiségeknek az ügyeit az osztrák-magyar monarchia szempontjából, ami aztán majd egy, hát annak az államulakulatnak a szempontjából egy ilyen dezintegrációs tényező lesz, ugye ez vezet végső több szerencsétlen körülmény együttállása mellett, tehát hogy ezt nem nem rendezték el megnyugtatóan, hol ott voltak gondolkodók, ugye Ötvös Józseftől, Kossuth Lajoson át Jászli Oszkárig, akik erre fölhívták a figyelmet. Német oldalról pedig ugye egyszerűen megjelenik az az igény, hogy ez a, ez a Bismarcki Németország helyet követel a nap alatt, és ugye akkor jelennek meg a, a Mittel-Európa elképzelés is például, hogy, hogy, a két bidodalmat a, a német császádi birodalmat és az osztrák-magyar egyesíteni kellene, és kéne tenni a világtérképre. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert és itt hatvúzzak ugye egy modern párhuzamot, amikor később aztán rá több mint száz évvel megjelenik a, vagy hát véget ér a hidegháború, tehát egy teljesen új világrend alakul ki, amit ugye Oroszország visszaerősödéseig és, és Kína felzárkózásaig unipoláris világrendek, nevezünk úgy 20 évig kb., akkor is majd ez lesz az európai integrációnak az egyik fő problémája, hogy a globális térben versenyezni tudjon. Tehát itt azért látszik egy analógiai száz év távlatából is hogy, tehát, hogy nem fejeztem be a mondatot, hogy globális térben versenyképes tudjon gazdaságilag maradni. Természetesen az európai integráció az egy gazdasági integráció volt, és az jelenleg is elsősorban, ezek pedig ugye más irányba képzelték el a terjeszkedést elsősorban, de ez az analógia azt hiszem, hogy megáll. Ö, akkor térjünk egy kicsit ki erre a Mittel Európa elképzelésre. Itt egyébként hogyan képzelték el Franciaország és még Magyarország szerepét ebben a Mittel Európában? Franciaországot itt teljesen kiadták volna, hogy ők legyenek előtt Hát Ugye az az a, ez az időszak előrégedősen a német-francia rivalizál, rivalizálásról szól. Ö, igen, tehát hogy, hogy Magyarország akkor része a Monadiának, tehát valamilyen módon ebben, tehát ez itt nem egy elsősorban nem egy német nacionalista irányzat volt. Ez még ugye az imperializmusnak, és itt most nem marxista terminológiát használok, hanem egyszerűen valóban létezik ez a fajta megközelítés. Az imperializmusnak az az időszaka volt, ami még azért ugye a nemzetállami gondolattal egy picit hadilában állt. Tehát Magyarország szempontjából lett volna ez kevés érdekes, ugye ez a kontinentális feszültséget Éleszte volna tovább. Hát ugye mind a két világháború, az a németek és a franciák, illetve angolok szembenállása köré csoportosul gyakorlatilag, hogyha az európai szintedet nézzük, és plusz egy faktor, ugye keleten a bolsevizmus jelenléte és annak bekapcsolódása ezekbe a folyamatokba. Nem véletlen, hogy aztán ugye a második világháború után az európai integráció tényleges létrehozásakor, ugye a német-francia tartós béke. Eljedése az egyik fő cél. Ugye, hogyha ideológiákban gondolkozunk, akkor talán a kommunizmus az, az ideológia, ami a legjobban teret enged ennek az internacionalizmusnak ennek Hú. a birodalmi létnek, egy ilyen Európát egyesítő gondolat lehet a kommunizmus is? Hát nem. <coughs> Tehát igazából a kommunizmussal, hogy mi minden probléma van, azt én most nem szeretném felsorolni, mert azt ugye ismertnek e, 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 vehetjük, de nem, tehát ugye a kommunizmus ebből a szempontból abszolút egy hamis ábránd volt, és nem álltak fönn a egyébként a, a, a marxi értelembe vett feltételek sem a megvalósításához, ugye kapásból ugye ő azt félre hogy úgy gondolta, hogy nyugaton indul el a forradalom, hogy ugye ahol a legfejlettebb a burzsóázia, ott lesz a legfejlettebb és legtudatosabb a proletariátus, és ehhez képest ugye, kapunk egy rendkívül visszamaradott cárjózász birodalomból kialakuló Szovjetuniót, ami hát azért a 20. századnak egy jelentős részét megkeseríti itt közép európában nem, tehát hogy a, a, az integráció az nem törekszik a nemzeti érzés leépítésére ideális esetben. E, sokkal inkább ugye nemzetállamok együttműködésére. E, most persze lehet itt aktuál politikai példákat hozni, és azt hiszem, hogy kell is, mert itt is van egy analógia, hiszen gyakorlatilag e, látunk időről időre olyan föderalista megnyilvánulásokat, és föderalista politikai erőket jelenleg is az Európai Unióban, amik azt mondják, hogy ugye a nemzeti gondolat, a nemzeti érzés teljes leépítésével kellene Európát továbbvinni, és kvázi egy Európai Egyesült Államokat létrehozni, de nem ez volt az eredeti cél. Tehát az alapítóatják, Monet, Schumann, stb. egyáltalában nem erre gondoltak. Um, szóval, hogy nem, a kommunizmus az, az erre teljesen alkalmatlan volt, annak elmélete is, azt gondolom, de főleg a gyakorlati megvalósulás, főleg a sztálini modell, az természetesen bizonyos egységesedés az itt keleten elvezetett ugye rendkívül durva torzulásokkal, gazdasági területen is, ugyebár honnan van a magyar narancs kifejezés, tehát hogy, hogy legyen gyapott föld itt Magyarországon. Nem, ez nem volt az az ideológia, ami, ami, abban az értelemben. Ez sajnos bizonyos értelemben a, a bizodalmi elképzelésnek volt egy, egy, új köntösben való új nem a valódi integrációs gondolatnak. Említette, hogy azért vannak ma is önerők Európában, akik szeretnék felszámolni a nemzetállami kereteket. Ön szerint a mai Európában ezek többségben vannak, vagy milyen befolyásra milyen rendelkeznek Európára? Én azt gondolom, hogy nincsenek többségben. Én azt gondolom, hogy ha a normál eloszlást veszük, ugye, hadangörbe, megmondom őszintén, hogy most pontos adataim nincsenek, de általában a szélsőségek így szoktak megoszlani. Én azt gondolom, hogy az euroszkeptikusok is egy, egy oldalon, akik teljes mértékben elutasítják ugye az integrációt, és, és a föderalisták is a két szélét képezik, tehát ilyen... Ha most agregáljuk európai szinten, valószínűleg mind a kettő 5 és 10 között. Ugye nem akarok nagyon magyar belpolitikáról beszélni, de hogyha most itt társítanunk kell magyar belpolitikai szereplők akkor mondjuk ugye euroszkeptikus irányban a mi hazánkat tudnám mondani, a föderalista irányban meg a DK-t. És ugye akkor mondjuk, ha azok támogatottságát megnézzük az összlakossághoz és biztos pártválasztókhoz képest, akkor ugye látszik, hogy mondjuk Magyarországon milyen az arány. A következő ilyen érdekesebb, vagy hát nem is integrációs, inkább egységes Európát megteremteni kívánó ideológia, vagy elmélet volt a Kalergi terv. Ugye, erről nagyon sok téves eszme kering. Én is szoktam olvasni olyanokat, hogy ez arra irányul, hogy az európai őslakosságot kiírtsák, stb. Mi is pontosan az a Kalergi terv? Hát a Kalergi terv igazából ez egy nagyon félreértett valami. Valóban mostanában azt az aspektust emelik ki, ami egy ilyen erőszakos népességcserét próbál Sugarni, de igazság szerint Kalergi hát egy, egy, egy jó szándékú idealistának volt mondható, amennyire én az ő munkásságát ismerem, akinek a tervei ugyanúgy nem valósultak meg, ahogy a korábbi gondolkodók nagy részének sem valósultak meg a tervei. Tehát egy a, 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 a kicsit túl korai volt ugye neki az utolsó, komolyabb kezdeményezésre, ha most itt a pán Európát félretesszük, akkor az az volt, amikor 1960-as években ugye az európai közösségeket azok ellenében létrehozott Nagy-Britannia és északi államok által dominált EFTA-val megpróbálta valamilyen szinten összehozni, és még ez sem működött. Tehát, hogy, hogy én kollégida őszintén szólva nem, azért nem szándék most több szót, mert valóban én is lefuttattam egy Google keresést, és egyszerűen a, az alufólia sapkás gondolatoknak van itt masszívan tele a, az interneten is, hogyha az ember után akar nézni, úgyhogy én nem fűteném tovább ezt a ezt a kemencét. Ugye, amikor az Európai Alapító, vagy az Európai Unió alapítójai megnyilatkoztak az Egységes Európa kérdéséről, a Churchill is, akkor egy kvázi Egységes Európáról, egy Európa Egyesült Államokról beszéltek. Uh -huh. e, ez egyébként az az Európai Egyesült Államok, aminek ma sokan szeretnék hinni, vagy ők egy teljesen más elképzelést hittek? Nem, nem, nem. Ez akkor még nem volt ugye ennyire kifolda terminológiailag. Semmiképpen sem felel meg ö, annak a föderalista elképzelésnek, ami ma Európai Egyesült Államokat akar létrehozni. Egyszerűen voltak fogalmak, amikkel, ö, amik mondom, még nem tisztázódtak le, igazából ami tiszta volt mögötte, az, az az érzés, hogy a második világháború utáni Európa azon része, amelyik a szabadságnak még valamely fokát élvezte, mert nem kerül szovjet megszállás alá, az hosszabb távon lehetőség szerint az Egyesült Államoknak se legyen gazdasági per katonai szempontból kiszolgáltatva, és ez viszont ugye a nyugat-európai országok közeledését tette szükségessé, tehát igazából Churchill erről beszélt, amikor ezt a fogalmat mondta az eredeti integráció az még-még-még sokkal lazább volt minden szempontból, tehát hogy semmiképpen nem az a fajta föderalizmus. föderalista gondolat egyébként az, az úgy a második világháború környékén jelennik meg antifasziszta indítatásból. Ez mutatja egyébként, hogy bizonyos értelemben már eleve meghaladott, mert ugye a nemzetállamnak az antifasiszta alapú tagadása az addig... Értelmes, amíg fasiszta hatalmak fenyegetik Európát, amikor ez megszűnik, és ugye ez a második világháború végével gyakorlatilag megszűnik, leszámítva pár mediterrán országot, ugye onnantól kezdve ennek nincsen igaz létjogosultsága. Tehát nem a modern föderalizmus az egyáltalán nem korrelál ahhoz, amit Churchill mondjuk mondott. Ugye a legtöbb modern, illetve felvilágosodáskori koncepció egy egységes Európáról elképesztően hasonlít az Európa Egyesült Államok modelljére. Ez miért alakult így? Miért van az, hogy ennyire szeretett volna mindenki az Európa Egyesült Államokra, vagy az Amerikai Egyesült Államokra? Hát az Amerikai Egyesült Államok egyébként ebből a szempontból mi volt, mint a pont azért, mert ugye eredetileg nem ö, ö, akartak ö, ilyen módon egy, egy föderatív országot, államot létrehozni, hanem ugye egy regionális integrációt. Hát az Egyesült Államok az egy sikertörténet, ez világos. Gyakorlatilag ugye a 18. század utolsó évtizedeitől kezdve, amikor megalapozódik és stabilizálódik ez az egész, a függetlenségi háború után, utána még egy polgárháború kell ahhoz, hogy egységesedjen a gazdasági szerkezetről való elképzelés, meg az emberi jogokkal kapcsolatos diskurzus és fejlődés meginduljon. Igazából, hát ugye lehet ez egy csábító gondolat, hogy ez majd annyira hatékony lesz, de felteszem én a kérdést, hogy bár hatalmas különbség van mondjuk egy New Yorki és egy Texasi között, hogyha most a stereotípiákat akarjuk kivetíteni. De szerintem ez nem közelíti meg azt a különbséget, ami mondjuk egy portugál, egy norvég, akik ugye nem tagja az integrációnak, úgyhogy jobb, hogyha svédet mondok. De e, ugye norvégok is itt vannak Európában, tehát hogy skandináviát tehát mondjuk egy portugál, egy svéd, vagy e, mondjuk egy román, egy bulgár. E, 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 kulturális, társadalmi, e, gazdasági realitása. Ez egyébként még a modern szakpolitikák tekintetében is egy probléma, hogy annyiban sem egységes ilyen szempontból, hogy amikor mondjuk ugye egy, egy a, az európai kóta -kereskedelmet, most újra szabályozzák, ugye a, a kereskedelmet, akkor ugye kénytelenek szociális klíma felállítani a a, a, a lakóingatlanok, illetve a közúti közlekedés bekapcsolása. Miatt az esetlegesen a végfogyasztókra visszavetített áldaknak a szociális következményeit kiküszöbölendő. Tehát, hogy a, a gazdasági, társadalmi, kulturális realitások múlt az mindenképpen eltérő az integráció teljeségében és a tágabb Európa teljeségében is. Ami Ugye még jobban megmutatkozott a néha jelvtánál, ahol ugye nagyon gyakran földrajzilag sem érintkeztek a tagok, sőt ez volt a meghatározó, és utána végképp más volt a, a, a gazdasági és társadalmi közeg meg is a problémák, tehát hogy ez nem véletlenül, hogy fokozatosan beolvad a közösségekbe. Ja, Magyarország sohasem volt abban a helyzetben, hogy egy egységes Európa koncepciót megalkoson, viszont talán olyan helyzetben volt, egy regionális koncepciót megalkothasson. Volt a magyar bármelyikori magyar vezetésben koncepció egy regionális együttműködés megalkotására? Hát a modern értelembe vett együttműködés szempontjából talán ugye a v 4 koncepciója áll ez a legközelebb, ami azért látjuk, hogy néha töredezik, néha egységes mostanában azért viták terhelik, de hát ez nem teljesen új, az időről időre előfordul. Üm, igazság szerint a Trianon utáni Magyarországnak a tényleges politikai súlya az valóban mérsékelten tette lehetővé ilyen ö, ö, gondolatoknak az érvényesítését. Öm, azt gondolom, igen, tényleg, hogy a V4-ek az, ami a, a leginkább leképezi ezt, és ahol esetleg Magyarország még, még sikeresen manőverezve vezető szerepre is talán ö, törekedhet. Ö, vannak ugye ilyen... Ö, Hangok most vagy a V4-nek a, a bővítése is adott esetben előfordulhat. Nem nagyon hangos hangok, de azért felszokták vetni e, Ausztriának például, vagy Horvátországnak az esetében. Hát e, igazából az Európai Unió nagyon jól működik úgy is, hogy vannak bizonyos regionális csoportok, amik azért közelebb állnak egymáshoz, itt vagy a Benelux országokat, vagy a, e, az északi országokat is lehetne. E, említeni, tehát, hogy kisebb szövetségek a nagy szövetségben. Azt gondolom, hogy ennek mindenképpen jó lenne, hogyha lenne jövője, és, és maradna ez a, ez a V4 típusú gondolat. A mai Magyarországnak mi az érdeke az európai térben, egy egységes Európa, vagy egy széttagolt Európa? Hát én azt gondolom, hogy megint csak a saját realitásainkat nézve azért ez egy kicsi ország Európai Összevetésben. Nem, én, én, azt gondolom, hogy a kis országoknak főleg azután, hogy gyakorlatilag már egy ideje tagjai vagyunk ennek a történetnek, és ugye a jogrendünktől kezdve a gazdaságon át minden gyakorlatilag minden szektorra, minden mechanizmusra kihatott ez a fajta átalakulás. Nagyon nehéz lenne most már annak drukkolni, hogy ez egyszer szűnjön meg. Mondanék egy példát, hogy a britek is küzdenek azzal. Szerencsére a Brexit sokkal jobban alakult, mint nagyon sokan pessimistán várták, tehát egy igazi Hát Brexit az nem volt, hanem nagyon sok mindent elrendeztek, ugye biztonságpolitikai szempontból egészen megnyugtató a történet, ami mondjuk Írországot jellemzi, hogy mondjuk a skótok tartanak-e a jövőben egy függetlenség népszavazást, ez egy kérdés. De ugye ott van az elméleti kérdés, amire most nem tudunk, hanem majd 20 év múlva fogunk tudni válaszolni, ellenben angol száz és kontinentális jogászok is felvetették, hogy ugye 70-es évektől kezdve, amikor Nagy-Britannia belépett egészen a Brexitig, az majdnem 50 év. Hogy Ahogyan az uniós joganyag beépül a tagállami jogokba, és az alapuló ítélkezési gyakorlat kialakul, ugye a beléteknek a precedens rendszer miatt ez fokozottan, tehát nem csak az uniós, hanem a brit jog és precedens jog, nem lehet csak úgy kitépni. Tehát, hogyha még annak szúrkolnánk is valamilyen Számomra elképzelhetetlen okból, hogy legyen újra a volt Európa. Utána a kereskedelmi relációinkat, vagy az esetleg felmaradó integráció maradékával való ö, 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 kereskedelmet, ö, 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 kapcsolatokat újra rendezni, újra szabályozni, a saját jogrendünket visszaautonomizálni, az egy borzasztó nehéz dolog lenne. És őszintén szólva, én azt gondolom, hogy hogy geopolitikai szempontból sem érni meg. Tehát itt nekünk valóban a magyar realitás az az, hogy ez egy jó indulattal 10 ország már nincsen annyi egyébként, aminek van egy, van egy valamekkora gazdasági potenciálja. Pontosan azért, mert egy globalizált világban élünk, alapvetően Európa országainak az az érdeke, hogy ebben a globalizált világban együtt mozogjanak. Mert egyszerűen egy Egyesült Államokkal, egy Kínával szemben így van esély. Ugye a mai magyar belpolitikában sokak szerint nem úgy néz ki a ez európai politika felosztás, hogy baloldal és jobboldal, de nem úgy, hogy föderalisták és szuverenisták. Ön szerint ennek a felosztásnak van realitása, vagy ez inkább csak az egyik oldalnak az értelmezése? Hát, ha így tematizáljuk, akkor, akkor van értelme. Én azt gondolom, hogy ez azért tematizálás kérdése is, hogy most a klasszikus bal vagy jobbra osztom föl. Az európai mainstream azt gondolom, az sem nem a szó rossz értelemében vett föderalista, és hát nyilván nem szuverenista. De itt az az igazság, hogy azért azt valóban el kell dönteni, hogy adott ország vagy adott társadalom akarja ezt, vagy nem akarja amennyiben akarja, amennyiben azt mondom, hogy egy klubnak a tagja vagyok, akkor bizonyos mértékig legalább annak szabályait el kell fogadni. És hogyha ezt esetleg felrólják, hogy nem mindig maradéktalanul valósul meg, hát uh, én ezt nem szeretném uh, uh, igazából uh, most itt visszavetíteni semmilyen konkrét aktualitásra, de, de azért az elgondolkodtató mindkét fél számára. Tehát, hogy, hogy uh, én azt, hogy csak föderalisták és szuverenisták lennének, hogy ez így ki lenne hegyezve, picit ilyenkor az is az érzésem, hogy megint éleződik az osztályharc. Tehát, hogy itt generálunk egy ilyenfajta különbséget, miközben az európai mainstream és az európai népesség nagy része azt gondolom, hogy élni akar, élni szeretne a mindennapokban, tehát és érvényesülni és az nem feltétlenül ilyen politikai ideológiák mentén húzható meg. Hát ugye a 20. századnak a volt tragédiája az ez volt, hogy, hogy főleg ezen a részén a világnak, hogy minden az ideológiákra lett kihegyezve, és minden mögött azt keresztül És lehet, hogy egy kicsit ez a mi magyar, illetőleg a közép-kelet-európai realitásnak ténylegesen a része, hogy, hogy minden mögé vagy ideológiát látunk, vagy oda akarjuk tenni. Még közben ennél lehet, hogy egy fokkal egyszerűbb lenne a helyzet. Említette, hogy azért az integrációnak egy nagyon fontos eleme az, hogy van valami közös. Ma beszélhetünk közös európai identitásról? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye, ha mondjuk a, a hivatalos európai e, uniós mainstream kommunikációt e, figyeljük, akkor azért ők azt szeretnék látni, hogy van. De én pontosan azért, amit itt korábban elhangzott, hogy azért mondjuk egy portugál, egy holland és egy e, bolgár között nagyobb a különbség identitásban, külön, történelmi okokra visszavezethetőleg, és mai realitásokra visszavezethetőleg, mint mondjuk akár egy Texas és egy, egy, egy New Yorki között, ahol ugye van közös amerikai identitás. Én azt gondolom, hogy ez, ezt még azért nem sikerült megugrani. Tehát vannak erre való törekvések, ugye a közös zászlótól, a közös himnuszon nagyon sok mindent lehetne mondani akár az Eurovíziós Dalfesztivált is, ami egyébként, hát azért legyünk őszinték, nem a legsikeresebb kulturális műveletek egyike itt Európában. Szóval azt gondolom, hogy, hogy abban az értelemben vett identitás, ami, ami felülírja a nemzeti sajátosságokat, az jelenleg nincs. És talán a jövőben is kicsi illuzórikus, ennek a feltétlen megteremtése iránt igény az valóban inkább ennek a kimondottan föderalista vonalnak a, a politikai terméke. Én azt hiszem, hogy hogy ez már kilép. Igen, egy kicsit itt az átpolitizáltság kérdése, tehát hogy ez már határozottan az a fajta átpolitizáltsága az eredetileg és hát jó esetben most is gazdasági természetű integrációnak, ami már lehet adott esetben kontraproduktív is, főleg a túltolják. Ön szerint a mai világban kiknek az érdeke egy egységes Európa kialakítása? Föderalista értelemben kérdi, vagy csak úgy általában? Úgy általában. általában? Hát akkor én most mondok valami közhelyet a, a, az európai országoknak, az Európai Unió tagállamainak, és mindazoknak, akik be akarnak lépni. Mert, mint mondtam, a globális világban Európa igazán így tud versenyképes maradni. Hát főleg egy Brexit után ugye, ahol a britek kinyilvánították, hogy ők ettől eltávolodnak, és inkább ugye az angol világnak a maradékával, hát biztonságpolitikai szempontból ugye Egyesült Államokkal és Ausztráliával eh, vonták szorosabbra a, a, a kapcsolataikat, eh, egyébként pedig ugye a Commonwealth-nak, a, a brit nemzetközösségnek a eh, eh, tagjaival, ami azért nem egy olyan szoros integráció, és hát ezért a, mégiscsak csak egy olyan nagybitadalban alakult, tehát hogy ez nem vetném össze, de így a Nagy-Britanniától megfosztott Európai Uniónak határozottan érdeke az, hogy, hogy annyiban egységes maradjon, hogy egységes fellépés tudjon megvalósítani a világ piacon és a világpolitikában. És akkor most jön egy pár elmélet így az egységes Európa kapcsán. Ön szerint lehetséges az, hogy megfigyeltő azért a mai a főleg nyugati egyetemeken egy neomarxista szemlélet, uh -huh. főleg az elnyomó és elnyomottak között. Ön szerint lehetséges az, hogy ez a neomarxista elmélet, tehát arra kívánnák felhasználni, hogy egy egységes Európát megteremtsenek? Hát euh, én meglepődnék, hogyha azon attól nagyon lehetne. Amennyire látom, ez egyébként az Egyesült Államokból kezdett begyűrűzni sajnos, euh, ahol szerintem még inkább elem az amerikai társadalomnak az alapvető és, és tradicionális világlátásához képest, mint itt Európában, hiszen ugye az Egyesült Államokban meghatározó kommunista erő soha nem volt. Ugye ott a munkásság ként kategorizálható társadalmi osztály, az kimondottan jobbos. Itt e, nyugat-európában ez nagyon más volt, ugye a hidegháború idején és a, a, az Európai Uniót alapító hatok és más nyugat-európai országokban is viszonylag erős kommunista mozgalmak működnek, aminek azért a, a lendületét 56 is megtöri, és bizonyos más események is időre, időre megtörik, de itt azért inkább van talaja. Én azt gondolom, hogy a, ennek az egész neomarxista, mert nem tudom, hogy itt akarunk erről beszélni, de a kötődő vók ideológiának egyfajta hát egy olyan értelemben vett kulturális forradalom, ami hát jóval többet rombol, mint amennyit tudna építeni. Tehát én ezt egy, egy rendes ellenkultúrának sem nevezném, hanem ez valami fajta partalan lázadás valami ellen, ami igazából valós elnyomást nem képvisel, tehát ugye a tradicionális értékekkel szemben, ami a mai világban már egy valós elnyomó tényezőként nagyon nehezen tételezhető, főleg ugye a teljesen liberális nyugaton. Nem gondolnám, hogy az integrációt ennek a talajára lehetne helyezni. Nem gondolnám, hogy igazán értékes gondolatok születtek volna neomarxista alapokon arról, hogy hogyan nézzen ki Európa vagy vókalapokon, mert bizonyos Konkrét kérdésekre keresik a választ, amik viszont marginálisak ahhoz képest, hogy miről kéne az Európai Uniónak szólnia, és az még mindig a gazdasági integráció. Ott azért olyan nagyon nagy újdonságokat és nagyon nagy értéket nem látunk, hogy ők közvetítenének. Egy másik ilyen elmélet, hogy igazából a migrációval, eléggé elkezdett felhigulni az európai nemzeteknek az identitása, az európai emberek kulturális identitása. Ön szerint lehet célja a migrációnak az, hogy így felhigítsák a nemzeteket, és így kvázi tiszta hogy tiszta alapon tudjanak -e egy egységes Európát létrehozni. Hát az iszlám télfoglalása az mindenképpen egy probléma. És itt a radikális iszlámra gondolok elsősorban. Nehéz ez, nagyon nehéz, ugye, tehát, hogy, hogy végtelenül ironikus azt, hogy ugye mondjuk Franciaország esetében ennek az párhuzamos társadalomnak az alapját nem kismértékben mondjuk az a körülbelül két millió algériai vetette meg, akik ugye az algériai függetlenségi háború végén 62 után pont a francia pártiságuk miatt menekülnek el Algériából, és mennek Franciaországba, vagy Németország esetében ugye azon vendégmunkások jelentik az alapot, akiket 60-as, 70-es években ugye az újra gazdaságilag feltöpörgő Nyugat-Németországban bizonyos alantosabb munkák elvégzésére hívnak be, és nem az első, meg a második generáció, hanem a harmadik, negyedik, és ami azóta következik, ott fokozatos radikalizálódásról lehet azért beszélni. Hát ez a talajvesztettség. Egyébként az ugyanazon élmének a két oldala, tehát hogy a nyugati ember az elvezetett ehhez a neomarxista Walker megfontoláshoz. A klasszikus értelembe vett, és egyébként adott helyeken egészen jól működő iszlám országokból kiszakított, ezért a gyökereiket valójában nem találó muszlim fiatalok esetében pedig a radikalizálódáshoz. hát, én azért bízom benne, hogy ez nem lesz egy sikeres projekt, hogy, hogy az iszlám átalakítsa Európát ilyen fogban, pontosabban azok az aktorok, akik ugye ezt a politikai iszlám vonalat képviselik. Ugyanakkor, ha visszatérünk az eredeti kérdéshez, bocsánat, meg kicsit elkalandoztam, a migráció az meg egy még összetettebb jelenség ennél, mert ugye ott meg szembe kell azért néznünk a demográfiai katasztrófával is. Nyugat-Európában már gyakorlatilag teljes mértékben eh, látszik azt, hogy a, az előlegedést azt, hogy eh, úgy mondjam, hazai anyagból nem tudják megoldani. De egyébként ez a globális északnak, hogyha használjuk ezt a fogalmat is a problémája. Tehát mondjuk beszélhetünk itt Japánról is, csak ők mondjuk eh, Dél-Kelet-Ázsia felé nyitnak, aminek egyrészt szintén muszlim, de. Eh, 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 akkor is ugye egy hosszú, hosszú ideig élő, nem, tehát migráció ellenes politikát adtak föl. Itt ugye Európában, hát pontosan az, hogy a, az európai demokráciáknak azért az elfogadás és a kulturális sokszínűség egy értéke, amiből következik, hogy ezzel nyilván vannak, akik megpróbálnak visszajelni. De azt gondolom, hogy... hogy hogy talán azért ez így önmagában szézilálni Európát nem fogja. Tehát, hogy, hogy itt azért látni kell, hogy nem annyira egységesek a nyugat-európai országok sem ebben a tekintetben. Ugye a francia szekularizmus, ami eredetileg a római katolikus egyház befolyását visszavetendő, alakult ki, az mostanában azt látjuk, hogy bírósági ítéletek, kormánydöntések formájában a radikális iszlámmal szemben is fellép. E, hasonlóan e, talán nem ennyire erős, de e, jó immunválaszokat látunk alapvetően mondjuk Dánia, vagy a nem EU tag Norvégia esetében is. E, azon társadalmak, ahol bizonyos okokból, történeti okokból kicsit jobban megadták magukat, és nem nincsen annyira e, központban a nemzeti önérzet, ugye a német Politik sajnos elment egy ilyen irányba, e, ott, ott talán egy fokkal nagyobb a baj. Ez volt a Globus Telekibárentől. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és a rendelkezésünkre állt. Nagyon köszönöm a lehetőséget.